A Hungarian Football League alapszakaszának záró fordulójában a listevezetőt fogadta a több játékosát is nélkülöző Nyíregyháza Tigers. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, két sikeres akciót követően 14 óra vezetett a Kaubels. Jamal Diaz egy szép futás végén ért a és mivel a jutalomrúgás is pontos volt, 7 14 el zárult az első negyed. A második játék részben a kolomposok domináltak, 17 óra nyerték a 12 perces szakaszt. A harmadik negyedben egyik oldalon sem nem láthatott eredményes akciót a közönség, a zárójáték részben pedig ismét a budapestiek szerezték a pontokat, és végül 45 hétre megnyerték a mérkőzést. Ekkora a különbség a két csapat tudásában nincs. Egész egyszerűen 5 szoradtuk el a labdát, 7 5 az 35, tehát igazából ennyi, ennyi, pontot adtunk oda nekik, koncentráltabban kell játszanunk. Semmi, semmi probléma nincs, ott vagyunk a rájátszásban, a jövő héten már nem szabad hibáznunk, ennyi történt. A Tigers amerikai játékosa Derelt Yates szerint a mérkőzésen szinte végig az ellenfél akarata érvényesült. Az ellenfél ma sokkal összeszedettebben játszott, rengeteg hibánk volt, és ezt ők kihasználták. Belülről az látszott, hogy ezen a meccsen koncentráltabbak voltak a vendégek. Mi nagyon sokszor eladtuk a labdát, és az ellenfél ezekből szerezte a pontjait. A teljes mérkőzést rögzítette a Kölcsé Televízió, amit vasárnap 21 órától nézhetnek meg. A bajnokság elődöntőit a jövő hét végén rendezik. A Nyíregyháza Tigers a Budapest Kobelsz otthonában lép pályára. A másikágon a Miskol Steelers az Eger heroes fogadja.